102 éves születésnapi köszöntés, esélyteremtő varroda, családi nap az Akácsliget fürdőben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 17-én 18 óra 5 perckor. Püspökladányban 1919. augusztus 13-án született Szabó Józsefné Irénke néni, aki már 72 éve él Karcagon. A 102. születésnapján az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, a polgármesteri hivatal részéről dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető köszöntötte őt. Kicsit meg vagyok hatódva, mert körülbelül fele annyi idős vagyok, mint Irénke néni. És én nagyon-nagyon ritkán találkozom olyan jókedélyű, jó egészségnek örvendő karcagival, aki 100 vagy 100 év fölötti. És én további jó egészséget kívánok itt a család és természetesen a város körében, és remélem, hogy lesz még lehetőségem sokszor találkozni Irénke nénivel, ilyen vidáman, egészségben és ilyen boldogan. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Karcag legidősebb lakója ma is nagyon aktív. Keresztrejtvényt fejt és felnőtteknek készül, színes kifestővel tartja kézügyességeit aktívan. Püspökladány születési vagyok. Ott éltem a háború minden borzalmait, és amikor ezek mind elmúltak, férjemmel együtt meggondoltuk, hogy valahol elkezdjük az életünket. Hát akkor a kicsi fiam körülbelül másfél hónapos volt, de volt egy 7 éves kislányom, aki már iskolás volt. Kerítettünk egy sávszekeret, felpakoltunk és elindultunk az útra. Még azt se tudtuk, hol kötünk ki. Megérkeztünk Karcagra, és elhatároztuk, hogy itt fogunk letelepedni. A Kígyó utcán kaptunk egy albérletet. Ott kezdtük el a karcagi életünket. Idézi Irénke néni, akinek apja sok könyörgés árán engedte meg, hogy női Szabónak tanuljon rajzkészséget és kézügyességét már iskolásként felfedezte tanára. Szigorú erkölcs volt akkor még abban az időben, amikor én növekedő gyermek voltam. És az erkölcsi életet nagyon szigorúan vették, és úgy gondolták, hogy Ladányban van, nem csak Ladányban, hanem az a akkori életnek ez volt a törvénye, hogy a lányok azok maradjanak otthon, tanuljanak főzni, sütni, családot nevelni, és eltartani a férjet, hogy az nyugodtan tudja megkeresni a családjának azt, amit kell. És a fiúk, azok igen, azok mehettek tovább tanulni, akár az édesapa szakmájába, vagy pedig egy külön szakmába, vagy ha olyan gazdálkodó ember volt, akkor a földeket, az állatokat nevelése, meg a földnek a rendbetartása, szántása, vetése. Szóval mindenki a saját szakmájába helyt álljon, de a lányoknak nem szabad volt elhagyni a város faluját. De hát Irénke nénének sikerült, hiszen nagyon ügyes tetszett lenni. Csak én tudom, hogy mennyit könyörögtem, én szenvedtem, mert szembe velünk lakott egy női Szabó. És én oda sokat átjártam. Jóba is voltunk, és szeretem nézni, hogy is készül egy ruha, hogy csinálják, hogy szabják, hogy állítják össze. És annyira megszerettem azt a szakmát, és úgy szerettem volna én is magamnak egy szép ruhát vagy másnak varni. És könyörögtem édesapámnak, hogy adjon engem tanuló lánynak. Hát sokáig tartott, míg beleegyezett.
de ilyen szigorú kikötése volt az én édesapám, nem csak úgy elmegyek és tanulok, és annak lesz ára. Na, mi volt az ára? Az ára az volt, hogy én nekem ki kellett járni a 3 éves tanonciskolát, sikeresen levizsgázni, letenni a 2 éves segédévet, és aztán szépen tanulni tovább, hogy megszerezzem a mesterlevelet. De hát gondolom, hogy ez sikerült. Itt hallottuk az előbb. Sikerült. Itt hallottuk az előbb, amikor polgármester úr itt volt a beszélgetésben, hogy nagyon örömmel újságolták a lányai is, hogy mindig gyönyörű ruhákban jártak, meg a menyasszonyok is mindig önhöz jöttek. Nehéz volt egyedit varni? Én mikor sikerült nekem itt Karcagon úgy elhelyezkedni, hogy meg is volt már a kuncsot köröm, és elég hamar megszereztem a kuncsaftjaimat, meg voltak elégedve a munkával, és egyik fiatala volt a másik, és következtek a férhez menések. És bizony sok mennyasszonyi ruhát megvartam. Amikor a lányainak vart, vagy utána esetleg a mennyének, unokáknak, mennyire próbált mindig egyedit varni, hogy az ő személyiségüknek megfelelő legyen? Azt ők feladták nekem. Nem én választottam nekik, ők már tudták, hogy ők mit akarnak, és ha nem úgy csináltam meg, abban nem egyeztek bele. Nem szerettem, hogy meg akkor jöttek divatba a minik, a térdigérők, a lábzár középigérő, meg a jó, mélyen kivágott ruhák. És az én kislányaim is szerettek volna, ugye. És én, én sokkal többet kínlódtam velük, mint a kuncsaftjaimmal. Nem baj, ezek már most megszépültek. Nem akartam elégedni abba, amit én szeretnék, csak amit ők szerettek. Hát ezek már az emlékek megszépültek, de mennyire tölti most ki a mindennapjait a kézügyessége, hiszen itt láttunk gyönyörű dolgokat, amit még most is tetszik csinálni. Én nekem, mikor iskolás voltam, 6. osztályos voltam, azt hiszem, és ott már az iskolában, az iskolai szünetekben, mikor közben szünetek voltak az órák között, a gyerekek, a többiek kimentek az utcára játszani. Én elővettem a kis papírkámat, a ceruzámat, és elkezdtem rajzolni. És néha olyan gyönyörűen sikerültek a rajzaim, hogy a tanárnőnek is feltűnt. És elment édesapámhoz, és mondta neki, hogy papbácsi kedves, ezt a kislányt jó volna, ha tovább tanítatná. De nem egyezett bele. Mondja Irénke néni, akinek 4 gyönyörű unokája és 5 dédunokája van. Kiválatott kedvenc nincs, mindegyiket nagyon szeretem. Aranyos, drága, kedves, intelligens, okos gyerekek. És mindenki szeret engem. Hát egyébként is egy szeretetlen méltó személyiség tetszik lenni. 100 évesen azt tetszett mondani, hogy a 105 évet tetszett megcélozni, viszont itt hallottuk, hogy azért a születésnap után volt egy kis ajándék, egy kis hosszú repülőút Dubájba. És most úgy tudom, hogy még azért egy egyiptomi út nagyon, nagyon benne van a bakancslistában. Nem tudom, de azt hiszem, hogy erre már nem igen tudok vállalkozni. Ez már egy kicsit hosszú. És miért pont Egyiptom? Itt az előbb tetszett mondani. Mert mindig szerettem az egzotikus országnak a szokásait, meg szerettem róluk olvasni, és a művészetük, ahogy fejlődött, és rajzoltak, és szóval szerettem ezt az egyiptomi életet, ami már úgy elképzelésbe, vagy olvasni, vagy tudni róluk, hogy írnak. És ezt az én unokám nagyon tudta, hogy én azt nagyon szeretem. És azért jött az ötlet ide, az fel is ajánlotta ezelőtt, 20-30 évvel, hogy kivisz itt az édesanyja, ő az édesanyja. És akkor kellett volna kimennem.
Esélyteremtő varroda nyílt Tiszaroffon. A létesítmény nem csupán megélhetést nyújt az ott dolgozóknak, de egy új szemléletet meghonosítva a településen reményt ad és esélyt teremt. A kormány társadalmi felzárkózás programja vállaltanak a korábbi gyakorlaton változtatva, a piaci igényekhez és lehetőségekhez igazodva igyekszik segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű településeken, térségekben élők elhelyezkedéséhez, életminőségének javításához. Mutatott rá Langerné Viktor Katalin helyettes államtitkár az átadón. A modellértékű fejlesztés az új szemléletű kormányzati esélyteremtés második állomása, hiszen néhány hete Miskolcon kezdett termelni egy könnyű szerkezetes házak elemeit gyártó üzem, és a sor hamarosan egy Sejjén létesült zöldségfeldolgozó átadásával folytatódik. Vankóné Jekli Anikó, a Jászhegyszolnok megyei kis település polgármestere aláhúzta. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vagyonkezelésébe adott varroda Tiszaroff egésze szempontjából is lehetőséget, esélyt nyújt, növelve a község vonzerejét, népesség megtartó képességét. A varrodát a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság saját költségvetéséből létesítette, a korábban művelődési ház és könyvtárként működő, majd állami vagyonkezelésbe adott ingatlanban. Az épület ezt megelőzően évekig térségi innovációs oktatási központként és foglalkoztatóként működött. A jelenleg közfoglalkoztatottként itt munkát vállalók a központ számára készítenek különféle a háztartásban használt termékeket. A tervek szerint később állami megrendelésre is dolgoznak majd. Az új létesítmény 16 embernek nyújt biztos megélhetést. Tekerj és kirándulj velünk címmel rendeztek sportnapot az Akácliget gyógy- és strandfürdőben. A nap reggel 7-kor lombkorona futással és nordic walkinggal 5 km és 10 km-es távok teljesítésével kezdődött, tudtuk meg Győri Kristóftól, a rendezvény főszervezőjétől. Tudom, hogy reggel már volt nekünk egy programunk, 7 órától volt egy futás, illetőleg egy nordic walkingos csapat is elindult, és akkor körbe sétált a lombkorona sétányt, ami szerintem itt a karcaki nevezetességek közül az egyik legszebb, én nagyon-nagyon kedvelem, és ezen felül lesz még nekünk bringatúránk, lesz gyalogtúránk, egy ilyen városismereti gyalogtúra, úgyhogy tényleg nagyon össze van szedve az egész programsorozat, a kerékpártúrát pedig dr. Fazekas Sándor fogja majd vezetni, ami a hosszú távot illeti, mert van egy hosszú, illetőleg van egy rövid táv is, és természetesen a polgármester úr Szepesi Tibor is itt lesz majd velünk. A program az otthonról haza egyik állomása volt. A Nemzeti Összetartozás Túra rendezvénysorozat másfél hónapjának a végső állomása volt a karcagi, az augusztus 20-ai záróprogram előtt, amikor is nagyon sok határon túli országból indulnak el kerékpárosok Budapestre. Többször is próbálkoztunk már hasonló rendezvényekkel, amikor városon belüli túrák, város környéki kerékpáros túrák, különböző gyalogtúrákat szerveztünk a karcagiaknak elsősorban. De az, hogy ez a program országos, sőt határon átnyúló, hiszen meglepődve tapasztaltam például, hogy testvérvárosunkban, Szepsiben is volt hasonló program az elmúlt hónapban, ha jól emlékszem. Tehát azzal, hogy országos rendszerben kerültünk be, és országosan is megmutathatjuk azokat az épített és természeti örökségeket, amelyek Karcag rendelkezik, ez mindenképpen egy hatalmas lehetőség, úgy turisztikailag, mint városmarketing szempontjából. A karcagi programba több civil szervezet és a Dériné is bekapcsolódott. A nap során városismereti séta volt két alkalommal, Keserűné Ébner Tünde vezetésével, többen pedig kerékpáros túrákra is indultak. Látva a különböző programokat, itt hátam mögött éppen az egészségügyi szűrés, ami mindenképpen még az indulás előtt tervezem, hogy részt fogok venni. Aztán meglátjuk, lehet, hogy még utána is, és akkor megnézzük a kettő közti különbözetet, hogy esetleg mutat-e valami különbséget egy ilyen forró nyári napon, egy 40-50 kilométeres kerékpározás után. De a további programok is nagyon jók lesznek. Én azt láttam a program tervezetből, tehát a délutáni bemutatók, az esti koncert, úgyhogy valószínű, hogy több programon is. Amit nagyon szerettem volna menni, ugye ez a gyalogtúra része, hiszen nagyon izgalmasnak tűnik a Karcag múltját megelevenítő gyalogtúra, de hát egyszerre kerül megrendezésre, úgyhogy majd egy következő alkalommal.
A hosszú túrát, ami körülbelül 40 kilométer volt, dr. Fazekas Sándor volt földművelésügyi miniszter, földügyi kormánybiztos vezette, és a vele tartó idősebb és fiatalabb kerékpárosok, köztük Szepesi Tibor polgármester is, a kecskeri víztározóhoz, a bócsai legelőhöz, a hármas kunhegyesi kenderesi karcagi határhoz, a Bigefertőn át a Gergelyhalomhoz tekertek el, és több megálló helyen érdekességeket hallgattak meg a túravezetőtől, az adott határrész történetéről, az ottani növény, madár és vízi világról. A karszagnak a tilalmasi határrészére, bócsai része megyünk. Elég jók az utak egyébként a karcagi határba, bár néha akkor fordul elő, hogy mondjuk megszűnt az út, vagy benőtték a növények, amikor éppen az ember rövidíteni akar az útvonalon. Tehát a tervünk az, hogy a Kecskeri tóhoz megyünk. Itt elképzelhető, majd ez attól függ, hogy milyen lesz a hangulat, hogy a széles kertközi úton, keresztúton, külső keresztúton megyünk el odáig. Onnan átmegyünk a Kisújszállás Karca Kenders 3-as határ, az a 3-as határon van egy halom, az egy nagyon szép ligetes rész, és aztán a határkanál is mellett Gergelyig, úgy a Bedeki rész, és úgy jövünk majd vissza. Azért is jó ez, mert a karcegi határ az nagyon szép, változatos, bár nem mindenki ismeri úgy, ahogy kellene. Én is próbálom minél több részét megismerni, és az elmúlt években, különösen a Covid alatt próbáltam biciklizni, bejárni ezeket a régi határrészeket. Az is egy érdekes dolog, hogy a növényzet, az élővilág az háborítatlan, rengeteg vízimadár szokott lenni a Kecskerinél és a határkanálisnál is. És hát vannak tévhitek is a karcagi határral kapcsolatban, ugye a mostani tilalmasi település, házcsoport az, amit tilalmasnak elkönyvelünk, de igazából a tilalmasi rész az a Kunhegyesi út, Madarasi út, Taratyi út, körülrész az a dereka, természetesen a volt állami gazdasági központ is ehhez tartozik, és ezen a részen kunhalmok, régi faluhelyek, például ilyen Bócsa, Bócsai halom, ilyen a Törökbori halom, a Kunhegyesi határ szélen találhatóak, amelyek mind a régi idők tanulni. Minden résznek megvan a maga története, történelme, és megállókat fogunk tartani, mert olyan 36-38 fok meleg igyekezik, már most 30 fok fölött van a hőmérséklet, de hát most a nyár ilyen, akkor ezzel nem lehet mit kezdeni. A meleg időben is föl lehet készülni arra, hogy miképpen védje ki az ember a hőhatásokat, vinni kell magunkkal vizet, cukrot, akár cukros üdítőket is, ilyenkor ezek hasznosak, meg legfőképpen arra kell vigyázni, hogy az ember ne erőltesse meg magát, ez nem egy bicikli verseny, hanem inkább egy ilyen hőségtúra. Albert Krisztián a Zádor Hídhoz vezette a rövidebb kerékpártúrát, ami mintegy 13 kilométer volt, már óvodások és iskolások is vállalták szüleikkel együtt. A szakember szintén érdekességeket osztott meg a pusztai látnivalókról a túrázókkal. A kerékpár és gyalogos túrákról visszaérkezőknek az ebéd galaburgyi volt, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének jóvoltából. Délután pedig a karcagi sportegyesületek mutatkoztak be, és volt táncműsor is, a napot a Match Boys koncert zárta. A nap során az EFILEK egészségfejlesztési központ állapot és egészségfelmérést és diétás tanácsadást végzett. A Karcagi Ifjúsági Egyesület kézműves foglalkozásokat tartott a gyerekeknek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!